Hölgyeim és uraim, leendő kutyatulajdonosok! Üdvözlöm Önöket a kennelcast.tv YouTube csatornáján! Ez a csatorna azért jött létre, mert Önök már eldöntötték, hogy milyen fajta kutyus lesz a család új négylábú kedvence, de azt még nem tudják, hogy merre, hová, kihez forduljanak? Azért hoztuk létre ezt a csatornát, hogy adásról adásra bemutassunk Önöknek Magyarországon található tenyésztőket, keneleket és tenyészeteket. Tévhiteket oszlassunk el, választ adjunk fontos, eddig még meg nem válaszolt kérdésekre. A csatorna fellép az illegális szaporítás ellen, ezért kizárólag csak engedéllyel rendelkező keneleket mutatunk be. Reméljük segítünk. Jó szórakozást! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Szilágyi Barnabás vagyok, a Sámson Burbus Kennel büszke tulajdonosa. Személyesen nem adatott meg, hogy a Burbullal találkozzak, hosszas-hosszas keresgélések után, internet, YouTube, itt kezdtem keresgélni, mivel megláttam egyszer egy Burbult, egy fotón. Én tudtam, nem bulmasztifról van szó, és onnantól kezdve már tudatosan kezdtem keresni. Ez olyan 2017 és 2018 évtájában volt, onnan indult el. Személyes találkozás a Burbulla, az vegyes érzelmekkel vagyok most itt tele, ha visszagondolok, mert igazából majdnem emiatt nem lett burbulom. Magyarországon egy burbul fajta jellegű kutyát láttam, aki tartott, burbul fajta jellegű volt, és itt óriási csalódásért. Láttam azokat a kutyákat, és láttam azokat a kutyákat, amik Dél-Afrikában, vagy akár Nyugat-Európában vannak. Motivált is, hogy akkor nézzek, menjek tovább, meg egy kicsit csalódott is voltam. Az első kutyámhoz, a Laboella Moszkóhoz, hogy említettem, hosszas keresgélések voltak. Nagyon sok negatív dologért, tehát több tenyésztőnek írtam, várólista volt, várjak, nem jeleztek vissza, telt múlt az idő, sőt volt olyan is, hogy megszületett az alom, és nem azt a kutyust tudták volna adni, és ezáltal úgy döntöttem, hogy mikor megláttam a Moszkót, a Laboella Kennelbe, hogy effektíve nekem ez a kutya kell. Tehát ez az etalon, tehát nekem a Burbul, akkor ő. És 2023-ban vettem fel a kapcsolatot évelején a Laboella Kennellel, és jeleztem nekik, hogy tudom, hogy nem eladó a kutya, de én ezt a kutyát szeretném. Tenyészteni szeretnék, és mindenféleképpen Moszkó lenne az én zászlós hajója a kennelemnek. Mikor Moszkó megérkezett, mindaddig még nem érkezett meg, csak számoltam a perceket, a napokat, hogy mikor érkezik már meg, hosszú-hosszú időnek tűnt ez a több mint fél év, és mikor megérkezett, ahogy megláttam, akkor már egyből tudtam, hogy tehát ez több annál, hogy csak ő legyen. Aklimatizálódott, mert Dél-Afrikában 40 fokok vannak, itt mikor megérkezett, azért hűvös volt, nagyon-nagyon gyorsan. És azt is vettem észre, hogy egyébként ő szinte majdnem egy gazdás, természetesen a családban mindenkivel el van.
a teritoriumát azt őrzi. Sokan megkérdezik azt, hogy úristen, hát ennyi kutya, ilyen nagy kutyákkal hogy tudsz bánni, hogy tudsz élni, tudtok-e menni nyaralni, milyen így az élet. Mindenki arra szán időt, amire szeretne. Tehát igazából ez nem is lemondásnak nevezném, mert ha az ember valamit szeret, akkor onnantól kezdve az életét úgy alakítja, hogy minden az, ami fontos, beleférjen. Nagyon szívesen teszem azt, hogy igen, ha kell, akkor hajnalok hajnalán, ha kell, akkor éjszakákon át minél több időt tudjak velük tölteni. Ez ha esik, ha fúj, mindent téren ők az elsők. Igen, mindig, hogyha felhozódik a kenelem, mindig a moszkó az, akit elsőnek mondok. Nem azért, mert hogyha többi mostoha, sőt, abszolút nem, nekem minden kutyám egyformán szeretem, mindegyik más-más egyéniség. Nagyon sok közös hasonlóság van, de mégis más-más. Moszkó után megérkezett a Elevation Kennelből a Elevation Ruby. Őt is úgy vásároltam, hogy kinéztem ezt a kutyát, felnőtt kutya volt, és szintén mi kellene más, mint a másé. Én ezt a kutyát ugyanúgy akartam, mint a Moszkót. Tudatosan vásároltam Moszkóhoz. És mikor a Ruby megérkezett, már akkor már akartam építeni a kenelemet, akkor már tudtam, hogy szeretnék még kettő kutyát, legalább két kutyát, egy szukát és egy kant. Bejelentkeztem a Labuella kennelnél, akkor még csak ki volt tűzve a párosítás, és hál' Istennek sikerült is, lett kiskutya, és kaptam is belőle, ami szintén egy nagyon nagy megtiszteltetés, mert a kennel, ez a Labuella kennel tényleg előtérbe helyezett bizalmát, most is élvezem, mindenbe segítenek, és tőlük vettem a Labuella Daenerys-t. Ő még kicsi volt, sőt, még azt mondom, hogy sikerült a párosítás, már akkor tudtam, hogy kell. Végig vártam a 8 hónapot, mire megérkezzen, és most már ő is a kenelemben van. A Labuella Daisy, az már egy 2 éves szuka, őt is a tenyésztésemben már úgy vásároltam, hogy tudtam, hogy melyik kutyámhoz melyik kant szeretném vásárolni. Tehát a Moszkó az adott volt, és már akkor tárgyalásban voltam a Middelfoss kennellel, és akkor így vásároltam meg a Middelfoss Giftet, aki már itt ketyeg az idő, és április 8-án már teljes lesz a csapat, ő is itt lesz a kennelünkbe, és itt mindenkinek meg vagy ki kivel lesz párosítva. Egy programot raktam össze magamba, és ettől eltántoríthatatlan vagyok, ezt akarom végigvinni. Szeretném azt elérni, hogy Magyarországon is legyen burbul tenyészet, ne csak Dél-Afrikában, vagy Hollandiában, vagy Belgiumban, mert azért már ott is vannak. Szeretne burbult látni, és tényleg burbult, akkor ha eljön, akkor azt nálam megtekintheti. Sokan megkérdezik tőlem, hogy FCI által nem elismert fajta a burbul, és hogy ez engem nem ez a var. Nem zavar, sőt olyannyira nem zavar, hogy mivel a SAPS, egy dél-afrikai szervezet regisztrálja ezeket a kutyákat, és nagyon-nagyon komolyan szelektálják, és nagyon-nagyon komoly tenyészszemlék, nevezhetjük tenyészszemléknek, ahol ezeket a kutyákat százalékolják. Ezáltal én a jövőjét látom abba, hogy biztos, hogy lesz egyre több kutya. De nem hiszem azt, hogy eljuthat arra a sorsa, mint nevezhetünk több más fajtát, és ezzel senkit nem sértek meg. Van egyre több helyen, de ahol van, azt még egyelőre azt látom, hogy mindenki fogja a fajtát, nem könnyen adja a vérét. Ha most mindenki így fog gondolkodni, hogy nem könnyen adja a vérét a kutyának, és minden megtesz, lesz egy összefogás, akkor ez a fajta nem juthat erre a sorsra. Én ezen leszek mindenféleképpen, nagyon-nagyon sok tervem van, hogy itt Magyarországon meg tudjam, sőt Európába valósítani. És a burbulnál, ami
nagyon jó, és ezt kell féltett kincsként kezelnünk, hogy még egy egészséges fajta. Tehát nem ritka a 12 év, vagy akár több. Tehát azért, ha azt nézzük, hogy 12 évig társunk lehet, és azt a 12 évet úgy tudja leélni, hogy még egészségben, és nincs csípő, könyök, nincsen olyan betegségek, amik fajtájukra jellemző lenne, egyszerűen csak kellőképpen mozgatni kell, táplálni kell, egészséges táplálkozás. Természetesen nekem minden kutyám szűrt, és DNS-teszt. A másik, amit nagyon fontosnak tartok, hogy minden kutya legyen DNS-tesztelve. Tehát én a jövőt is így látom, hogy az a kutya tulajdonos, aki tőlem akar majd vásárolni kiskutyát, az én garanciát fogok vállalni a könyök, a szűrésekre. Könyök, csípő. Ha kutya mindent megkap, genetikailag szűrt kutyáktól, nagyon bízok benne, hogy egészséges egyedek fognak majd születni. Igen, most ez egy olyan kérdés, amin nagyon sokat gondolkodtam, hogy mióta burbulon van, rengetegen felhívtak. Hogy elkészült a honlap, Facebook, TikTok, kíváncsiságból is érdeklődnek, és pár szót mindig megkérdezik, hogy hol élnek, mit dolgoznak, és ebből könnyedén le lehet szűrni, hogy kinek is tudnám én ajánlani a burbult. Első gazdás kutya, az biztos, hogy nem. Akinek még nem volt kutyája, és egyből burbullal akar kezdeni, az nagyon-nagyon sok csalódás érheti. Tehát kutyás embereknek mindenféleképpen, és olyan embernek, aki rengeteg időt tud foglalkozni vele. Tehát a rengeteg időt értem az alatt, hogy beosztja az idejét reggel, délután, este. Van kennel, tartsuk a kennel, csak azért van, mikor etetés van, meg mikor megpihennek a kutyák, akkor bent vannak. De összességében a kutyák, igyekszem falkásítani őket, együtt vannak. Nagy felelősség tenyésztőnek lenni. Mondom azt, hogy ma igazából tényleg hosszú éveken át vágyakoztam ez a fajta iránt. És most azt érzem, hogy megadatott. Nem mondom azt, hogy szenvedés, de tényleg nagyon sok olyan dolgot kellett tenni, amit egyébként más fajtánál hamarabb megkaphattam volna. Úgyhogy megküzdöttem értük, hogy tényleg ezek a kutyák Dél-Afrikából itt lehessenek. Szállítás. Tehát majdnem annyiba kerül a szállítás, mint egy kiskutya ára. Ez az egyik. A másik az, hogy 7 hónapos korba kerülhet be a kutyus. Nagyon sok idő. Tehát én már szeretném, hogyha a kutyus 10-12 hetesen velem lehetne. De ha Dél-Afrikából vásárolok, akkor nem tud, ez nem lehet megtenni. Elvárásaim ezért, ha én már behoztam az országba, importáltam őket, és itt azt a nehézséget, úgymond nehézséget leveszem az emberek válláról, akik mondjuk vásárolni szeretnének tőlem, akkor és megadatik nekik az, hogy eljöjjenek hozzám. Én csak úgy fogok kiskutyákat értékesíteni. Ezt egy kedves tenyésztőtársamtól hallottam, és én ezt úgy döntöttem, hogy én is ezt bevezetem, mert a jó dolgokat én is magamba szívom, rosszból megtanulok, hogy a nőstény kutyákat csak az én kennelem által lehet tenyészteni. Mindenféleképpen. Ebből nem fogok engedni, ha nem, akkor nem kell tőlem kutyát vásárolni. Kutyát, ha bármikor el akarják adni, akkor visszavásárlási jogosultságom van. Ehhez is nagyon kötöm magamat, tehát hál' Istennek nem a tenyésztésből élek. Sőt, én szerintem, aki azt mondja, hogy abból meg lehet élni, vagy e szándékból akar burbult vásárolni, már most le is beszélem róla. És nem azt akarom, hogy ezek a kutyák olyan helyen kössenek ki, ami nem méltó hozzájuk. És nem akarom azokat a tenyésztőket, szintén a munkásságukat lerombolni, ha már egyszer megbíztak bennem. Amikor emberek a megélhetésüket kutya
értékesítésből akarják fenntartani, az át fog esni szaporításban. A mennyiség a minőség rovására fog menni. Szeretném, hogyha Magyarországon is lenne egy klubunk. Már tudom, hogy egyébként van egy-két olyan ember, aki szerintem, ha megkeresem, akkor szívesen csatlakozna ehhez a mozgalomhoz. Zárszóként elsőnek is, ami így hirtelen az embernek az eszébe jut, hogy nagyon hálás vagyok. Mindenek előtt hálás vagyok annak, hogy eljuthattam idáig. Hálás vagyok minden segítségnek, és itt fel kell, hogy soroljak néhány nevet, mert ez nem lenne, hogyha ezek a segítségek nem lettek volna. Nagyon hálás vagyok a fiamnak, tehát első perctől kezdve. Ha ő nem lenne, akkor igazából semmi nem létezne. Hálás vagyok a Burbul esetében a keneleknek, a Labuella kenelnek. Tehát tényleg nagyon-nagyon önzetlenül segítenek mai napig. Hálás vagyok az Elevation kenelnek, a Middelfoss kenelnek. Mindenki így áll hozzá, mint amilyen segítségeket most így az utóbbi időben kaptam, amit nem kaptam meg előtte, akkor engem már boldoggá tettek. És csak azt akarom, hogy azt a sok jót, amit én ezektől a kutyáktól kapok, és azt az érzést, azt érezhesse meg más is. Legyen ugyanolyan boldog Burbul tulajdonos, legyenek olyan szép és egészséges kutyái, és ha lehet, akkor én ehhez tudjak hozzájárulni.